Sziasztok! A Filmmakers Handbook könyvösszefoglalónk hetedik részében most picit más vizekre vezünk. Szigorú, technológiai részletek helyett a filmforgatással, a forgatókönyvvel fogunk foglalkozni, megnézzük, hogy milyen jelenet típusok valamint snitt típusok vannak, milyen kompozíciós lehetőségek elterjedtek, megnézzünk olyan fogalmat, mint a coverage, foglalkozunk a tengelyszabályal és a projektfejlesztéssel. Ne abozzunk, vágjunk is bele! Na most a forgatás legalapvetőbb célja, ugye, hogy felvegyék a sztori elmeséléséhez szükséges kép, valamint hanganyagot. Ugye a játékfilmek esetén a kamera mögötti személyek, ugye ide tartozik a stáb, valamint a gyártási munkálatok felügyelői, tehát producerek, írók, rendező, operatőr, stb., és a kamera előtt alkotók, vagyis a színészek együttműködése révén valósul meg. Ugye, hogyha az előkészítés részét nézzük, pre-production, ugye a rendező részéről a cselekmény és a kamera munka elővizualizációja történik. Ugye a produceri részről pedig egy jó csapat létrehozása, és biztosítani, hogy a szükséges erőforrások rendelkezésre álljanak a megfelelő időben. Persze ez szelektálással jár az eszenciális, valamint a kevésbé lényeges elemek között. Ugye hiszen anyagi nyomás a büdzsé nagyságától függetlenül gyakorlatilag minden szinten tapasztalható. Tehát a legegyszerűbb filmektől egészen egy Hollywoodi blockbuster készítése alatt is. Na most ugye az operatőr részéről, ugye ami itt ezen folyamat, tehát az előkészítés alatt történik, hogy rendelkezésre álljon ugye a megfelelő felszerelés, és azokat, azoknak a használatát alaposan ismerje. Illetve a rendezővel a vizuális stílus megálmodása történik, majd forgatástól függően megtervezni az egyes niteket, kameraállásokat és a fényelést is. Na most beszéljünk a forgatókönyvről. Ugye a forgatásra való felkészülés során minden forgatókönyvi jelenetet felbontanak az szerint, hogy milyen szükséges elemek kellenek annak megvalósításához. Van az úgynevezett script breakdown sheet. Ugye ez listázza a szükséges erőforrásokat jelenetenként. Beleértve ugye a szereposztást, itt értelmszerűen főszerepek, statiszták is, a stábot, dublőr, kaszkadőr, kellékek, ruhák, smink, haj, járművek, speciális effektek, stb. Ugye ezen az ábrán például a Movie Magic Scheduling nevű programot látjuk. És itt a jobb felén egy breakdown sheetet. Na most amint ez elkészült, Létrehozzák a forgatási tervet. Ezt hívják shooting Schedule-nek. Na most a Production Board egy táblázatos felépítési anyag, amely tartalmaz minden jelenetet, és ugye szinkóddal tartalmazza ezt, az szerint, hogy az adott jelenet belső, külső, nappali vagy éjszakai. Ugye fontos, hogy a rendező már ezen a szinten az operatőrrel a jelenetek plánolását elvégzi, vázlatokat készítenek a snittekről, vagy például felülnézetes ábrákat, illetve megtervezik tehát a jelenetek kamerapozíciók beállítását. Előkészítik továbbá az úgynevezett shot listet. Ugye, amely minden snittet részletez egy adott jeleneten belül, és minden jelenetet ellátva specifikus kameraszögekkel, mozgásokkal kapcsolatos megjegyzésekkel, kitérve jelenet valamint kamerapozíciók beállításra, szükséges objektívekre, forgatási időigényre, stb. Ugye itt az alsó áblán láthatunk egy shot listet. Itt ugye a tizedik jeleneten belül egyes, es 2-es, 3-as, kameraállás, objektívre vonatkozó információ illetve egy leírás, hogy hogyan is történjen a felvétel. Mellé pedig vázlatos rajzok. Na most, hogyha a forgatókönyvet jelenetenként szeretnék felvenni, az általában véve nem optimális. Hanem ugye, ami célszerű, hogyha megegyező helyszínek vannak, azokat célszerű egy blokkba felvenni. Vagy adott esetben színészekhez kell rendelni a jelenetek felvételének sorrendjét. Hiszen ők rendszerint korlátozottan érnek rá. Általában véve igaz, hogy először könnyebb jeleneteket vesznek fel, ugye, hogy összekovácsolódjon a csapat, majd később pedig a komplexebbeket. Na most, ugye a producer részéről a helyszínek keresése történik a forgatáshoz. Vagy profi esetben felbérelnek egy helyszínfelkutatót. Ezt ugye location scoutnak nevezik. Na most a forgatás. Ugye minden forgatási napon a rendezőasszisztens, vagyis az Assistant Director, az előkészíti a napi diszpót. Ugye ezt hívják kolsítnek. Ugye ez a kolsít, amely a szereplőket, stábot informálja, hogy kire, mikor van szükség, és mit fognak forgatni aznap. Ugye olyan információkat, mint telefonszám, címek, és minden egyéb logisztikai szempontból fontos információkat ezen célszerű feltüntetni. Ugye a rendező a már nemrég említett shot listal, vagyis a snit listával kell, hogy készüljön. Ugye még egyszer tehát a shot list, egyfajta úgymond úti térkép a forgatandó cselekményről, és hogy azok hogyan állnak majd össze egy jelenetté. Tehát egyfajta vágás előkészítés. Na most fontos, hogy bizonyos produkciók esetén úgynevezett storyboard is készül. Ez lényegében a rajzos formátumban mutatja meg, hogy egy jelenet összevágva hogyan is fest majd. Ugye itt látunk egy példát a gyűrűkurából. Ugye általános szabály hogyha egy jelenet többféle plánt használ, már pedig az esetek nagy részében többfélét használ, ugye szélestől a közelig, akkor célszerű először a szélessel kezdeni, hogy összképet kapjunk a jelenetről, és ezután a közelieket. Ugye nem mellesleg, a széles esetén egyúttal a világítás kivitelezése is időigényesebb. Szintén bevett gyakorlat, hogy először egy adott kameraállásból veszik fel az anyagot, ugye még akkor is, hogyha a jelenet az forgatókönyv szerint később van. És ugye ezután állnak át egy másik pozícióba, mondjuk például egy beszélgetős jelenet, ahol beállítják ott a következő szerepre a fényt, és ezután veszik fel egybe, függetlenül attól, hogy ugye a beszélgetés értelemszerűen mondjuk váltakozva történik a forgatókönyv szerint. Most nézzük meg pár kiemelten fontos fogalmat. Ugye először a szekvencia. A szekvencia jelenetek sorozata, amely egy egységet alkot. Ugye ilyen például a keresztelő jelenete a Keresztapa című filmben. Ugye ebben maga egy templomi szertartás zajlik, de egy időben a város környékén elkövetett gyilkosságok sorozata is történik, és interkáttal közbevágásokkal oldják meg. Na most maga a jelenet. A jelenet állhat egyetlen snitből, de főként több snitből, több kameraszögből épül fel. Ugye például két színész párbeszéde alatt váltakozó közeli felvételek. Na most a beállításról ugye új beállításnak az minősül, hogyha új ponton kerül felállításra a kamera, tehát így eltérő kamera szögbe kerül. Na most a felvétel fogalma, ugye erre az angolba a ték kifejezés utal. Ez lényegében minden snit felvételére tett kísérletet jelenti. Tehát a skin 8, take 14, az 8-as jelenet, 14-es beállítás. 14-es bálítás, amit tehát gyakorlatban azt jelenti, hogy a 8. jelenetre vonatkozó 14. kísérlet. Ugye itt van egy kis érdekesség. Ebbe az esetben az egész 8-as jelenet az egyetlen snitt. Ugye a gyakorlottabb esetben ez inkább úgy néz neki, hogy skin 8A, take 4. Vagyis 8. jelenet a kameraszög, és 4. kísérlet ennek a felvételére. Na most a snit, ugye erre a sát kifejezés utal. Ugye ez attól a pillanattól kezdve van, hogy elindítjuk a felvételt, amíg meg nem állítjuk. Na most nézzük meg, milyen snit típusok vannak. Ugye a snittek képkivágását tekintve az angol a long shot, medium shot és a close upot különbözteti meg. Ugye a magyarban elsősorban a plán kifejezést szokták használni. Ezt gyakorlatilag az embert ábrázoló filmképre használják. Totál, szekund, vagy például premier. Na most, hogyha természeti vagy mesterséges tárgyakra vonatkozó stit felvétel van, na most az ilyenre a közeli, távoli vagy totál szavakat használják inkább. Na most visszatérve ez a langsathoz. Ez mondjuk kb a távolinak lehet megfelelő. Ugye ebben az esetben a környezetéhez viszonyítottan az egész test látható a kivágásban. Ugye az angolban is használatos a wide kifejezés, hogyha mondjuk tájképet alkalmazunk. Ugye itt kell megemlíteni az úgynevezett megalapozó beállítást. Az angolul az "establish shot. Ugye lényegében ez egy totál, amely a jelenet térbeli pozícionálásában segít. Tehát, hogy el tudjuk helyezni a karaktereket, illetve a helyszínt. Ugye ezekben a totálokban, vagy wide, vagy long shot, ezekben is persze vannak altípusok. Na most egy Extreme shot esetén, vagy mondjuk Satper KB magyar megfelelője nagy totál esetén, gyakorlatilag egy tágabb környezet kerül velvételre. Tehát mondjuk a karakterek és tágabb környezete. Ugye egy kis totál esetén már a karakter egészbe, egész alakos, de szűkebb környezete. Na most a médiumsátokról, ugye ez részben tartalmazza az alanyt. Ugye a fej az rendszerint ben van, tehát fejtől lefele. Létezik például medium full shot, medium shot, vagy medium close up. Itt ugye magyar szavakkal élve amerikai, bő és szűk szekund. Ugye érdekes a medium full shot, ami mondjuk shots per kb tértől felfele van. Na most ennek egy változata az előbb említett amerikai, amit ugye azért találtak ki, hogy a kábbolyos filmekben a tartó még pont benne legyen a kivágásban. Ugye, hogyha a képen egy alany van, akkor egy alakosról, erre a single angol kifejezés utal beszélünk, Ugye két alakosnál, ez pedig a túlsát értelmszerűen két ember. Na most a close-up, ez kb. a premier plánoknak megfelelő. Ugye ez közeli felvételek elsősorban a fejről. Ugye itt is vannak változatok, létezik például two-button close-up, ugye ez az arcról, valamint az ink második gombjáig terjed lefelé a képkivágás. Ugye egy, mondjuk egy big close-up, az csak kimondottan az arcról. És létezik például extreme close-up, ami az arcnak egy részletéről, például mondjuk a szemről. Ugye ezt a magyar a szuper közelivel jelöli. Na most két snitt esetén, ha a másodikat a szemközti szögből veszik fel, akkor az elsőnek az az úgynevezett reverse angle -je. Ugye ez beszélgetős jeleneteknél egy gyakori megoldás. Sát, reverse shut, vagy angle, reverse angle kifejezések utalnak erre. Ugye ezt gyakran a két alakossal kombinálják. Ugye erre jó példa ez az alsó ábra. Ugye két alakos, hiszen két szereplőnk van, angle és reverse angle. És ugye ezek lényegében medium shutnak megfelelők. Mondjuk körülbelülre egy bőszekundnak a magyar megfelelőjével. Na most létezik úgynevezett szemszög. Ez tehát valakinek a nézőpontjából történik. Na most vannak közeliek, amelyek váltól felfele magukba foglalják a másik ember fejét. Ezt over the shouldernek hívják, vagy másként ansnyitnek. Most nézzük meg ennek tekintetében ezt az ábrát. Ugye az első egy X-frame close-up, mondjuk egy szuper közeli, ugye nem mondtuk, de ez nem csak arcokról, tehát ugye ott a szemmel jöttünk példának, hanem tárgyakról is történhet ugye a B egy close shot, ugye a C egy úgynevezett head and shoulders close up, ugye a D egy egy alakos, szintén egy single, és egy medium shot. Tehát valamilyen szekund. Na most két alakos az E, és az F pedig egy felső gépállásból készült long shot vagy total. Tehát ez inkább egy kis total. Na most a forgatókönyv alapján készült film minden felvétele megtervezett, megkomponált. Na most a framing szó utal a komponálásra. Gyakorlatilag ez a módja, hogy a néző figyelmét irányítsuk ugye a jelenet bizonyos elemére. Ezzel persze kizárva más részeket. És ugye lehetőség szerint egy vizuális értelembe vett, kielégítő képet mutatva. Ugye a legismertebb kompozíciós szabály a harmadolás, vagy rule of thirds. Ugye itt gyakorlatilag a harmadoló fonarra, vagy azok valamelyik meccés pontjára ugye, mint ebben az esetben itt, tesszük a jelenetnek a tárgyát, tehát ahova a figyelmet akarjuk terelni. Ugye ez vizuális szempontból egy úgymond kielégítőbb megoldást ad, tehát egy kielégítőbb megoldás, mintha például középre komponálnánk az alakot. Ugye a második példa esetében is látjuk, hogy a Joker esetén sem tökéletesen középre van komponálva szereplő. Emellett egy úgynevezett alsó gépállást alkalmaz. Alsó gépállás, ami magasságot, fontosságot ad az alanyunknak. Ugye a felső gépállás esetén az alanyunkat a szemmagasság feletti szögből filmezzük. Akkor ugye kicsinek, jelentéktelennek, esendőnek mutatjuk. Létezik még overhead, tápsát, ez ugye közvetlenül a fej feletről készít felvételt. Amennyiben elég magasságot elérünk, akkor pedig aerial sátról beszélünk. Ugye az Arial sátra egy jó példa, itt a harmadik alsó ábra. Ugye ez a jelenet egész konkrétan az egy makulátlan elme örök ragyogásából van. Na most amennyiben a felvétel alanya a képkocka egyik sarkából a másikba tart, úgy a kezdő pozícióját a második stítbe célszerű ismét a kiinduló pontra tenni. Tehát, hogyha az első jelenetbe balról jobbra tart az illető, kimegy mondjuk a képből, akkor a következőbe szintén balra célszerű tenni az alakot. Na most ezen példa esetén bal felé halad az illető, tehát jobb sarkából érkezik. Na most a B már egy közeli, de fordul. Ugye ezen esetben, ha egymás után vannak ezek a jelenetek, abszolút az lesz az érzésünk, hogy az illető megfordult. És kompozíció szempontjából a C már egyensúlyát vesztette. Ugye, hogyha üres tér van mondjuk a szereplő mögött, tehát hogyha még mondjuk kevésbé lenne középre, hanem jobbra lenne komponálva, tehát a kép jobb felére, akkor az az érzés támadhat, hogy valaki érkezhet hátulról. Ugye érdekes példa a Mr. Robot című filmből az alsó. Ugye az átlagos megoldással szemben pont fordítva van elhelyezve a jelenet. Tehát nem a bal felén, hanem a jobb felén található a jobbra néző illető, tehát a hölgy. Ugye, ami elég diszharmonikussá teszi a képet. Ugyanez igaz a bal felé levő, balra néző úriemberre is. Na most beszéljünk még az úgynevezett döntött kameráról. Ezt Dutch angle hívják. Ugye nevéből fakadóan egy oldalra döntött, azaz horizontális képkivágást láthatunk. Ugye általában medium set, és sokszor a tenziót hivatott fokozni. Ugye ezt általában két egymásra rakott tripod fejjel tudják megvalósítani. De most beszéljünk picit a statikus nittekről, valamint a kameramozgásról. Ugye, hogyha nincs kameramozgás, akkor azt a static, vagy a locked up shot kifejezéssel illeti. Ha van kameramozgás, az pedig a moving camera shots. Hogyha a kamera rögzített pontból fordul, első példa, harmadik példa ilyen, akkor svenkelésről beszélünk. A függőleges svenk, tehát lefelmozgás, a tilt, a vízszintes pedig az úgynevezett pen. Ha megemelhető a kameramozgató eszköz, akkor arra használják a boom up, vagy mondjuk a crane up kifejezést. Ha kerekeken halad a kameramozgató eszköz, arra a dolly kifejezést használják, sinekre meg inkább a tracking shot Na most például egy ilyen dolly in, vagy dolly out, az könnyen megvalósítható slider segítségével. A zoomoláshoz értelemszerűen zoom objektív szükséges. Ami tehát a gyújtó távolságot képes változtatni. Ugye a különböző bemutatott példáktál, mi sok esetben egy gimbalt használtunk, hogy reprezentáljuk a folyamatot. Ugye igaz volt ez a dolly in esetén is, ugye ez, ha igazán konkrétak akarunk lenni, akkor ez magát a dollyt, mint eszközt kellene használni, de a bumáp esetén is a gimbal volt használatos. Na most létezik a vippen. Ez egy visszintes sveng, és lényegében elrántás. Hát elrántás, ami elmosódást eredményez. Na most a pennél megegyezzük még, hogy ugye a nézők hagyományosan, legalábbis a nyugati kultúrában, balról jobbra pásztázva haladnak a képernyőn. Így nem véletlen, hogy általában véve balról jobbra tart az illető. Megjegyzendő még, hogy a pen, tilt vagy például a zoom effektek is hagyományosan statikusból indulnak, fokozatos gyorsulás, elérve egy maximumot, majd lassulnak és szépen megállnak. Na most hicskák, a zoomolás egy irányba és a kamera mozdítása egy ellentétes irányban típusú effektet teremtett meg. Ezt vertigónak, vagy magyarán mondva a szédülésnek lehet nevezni. Ugye például, ha a színész halad a kamera felé, de ezzel együdejüleg kifelé zoomolunk, akkor ebben az esetben azt úgy érzékeljük, hogy gyakorlatilag nem halad az illető. Ugye klasszikus példák, ahonnan a nevét is kapta tehát a vertigófilm, film, valamint a Cápa film. Na most beszéljünk a coverage szóról. Ez lényegében a jelenet közelebbi plánokkal való lefedésére utal. Tehát a Mastershattól eltérő más kameraszögeket foglalja magába. Ugye amennyiben számos kameraszöggel tudunk dolgozni, a vágás során úgy egy szabadabb kezet kapunk. Tehát szabadabban tudjuk a jelenet úgymond ritmusát szabályozni. Ugye hagyományosan egy jelenet totáloktól a közeli plánok felé tart. Ugye gyakorlatilag azt az érzetet kelti, ahogy egyre közelebbiekkel egyre jobban belekerülünk a cselekménybe. Tehát egyfajta intimitás érzés fokozódás jellemzi. Ugye a Gonosz érintése című film, amelyben egy megszakítás nélküli master shot bontakozik ki, ez lényegében felfedi a bomba elhelyezését, bemutatja a központi karaktereket, és folyamatosan kibontakozó akcióban fedezzük fel, úgymond az urbánus környezetet. Na most a történet mesélés különböző vágásokkal és különböző beállításokkal egész eltérő módon valósítható meg. Na most, hogyha az első verziót nézzük, ebbe az esetben a kamera a férfivel, az ő szemszögével azonosul. Még ugye a második, az inkább a hölgy szemszögét mutatja be. Na most a harmadik, az inkább egy függetlenebb szemszög. Ugye így gyakorlatilag a rossz hírt előbb tudja a néző, tehát mi előbb tudjuk, mint úgymond hőseink. Ugye fontos fogalmak a meglepetés és a feszültség. Surprise vagy suspense? Na most egy mezei beszélgetős jelenetnél, ahol mondjuk időzített bomba van az asztal alatt, amely hirtelen felrobban, az meglepetés. De, ha mi előbb tudunk az információról, és láttunk egy előkészítő jelenetsort, és pontosan tudjuk, hogy ott ketyeg az a bomba, tehát valaki elhelyezte azt, elindította, ugye ezután már így nézve egy mezei beszélgetős jelenetet jóval feszültebb lesz. Tehát jóval feszültebben nézzük. Ugye a különböző műfajú filmekben széles variációja lehet annak, hogy a néző és a karakterek számára hogyan válik elérhetővé az információ. Robert McKee a rejtét, mint történetfelépítést úgy definiálja, ahol a néző kevesebbet tud, mint a karakter. Tehát gyakorlatilag puzzle módjára rakosgatja össze, ahogy ugye a narratíva csepegteti az információt. Tehát mondjuk egy karakter. Mondjuk példának okáért mondjuk egyszer csak kiderül a karakter által, hogy a szomszéd egy gyilkosságot követett el. És ugye több lehetséges magyarázatnak kell lennie, amiből ugye a néző, tehát az említett puzzle módjára találgathat, rakosgatja össze, vagy lehetnek félrevezető információk is, amit Red Herringnek szokás nevezni. Na most a filmes feszültség, ugye a suspense film, az gyakran a detektív történetek sajátossága. Egy olyan eszköz, ahol a karakter és a néző is megegyező információkat tud. Ugye ezzel szemben a drámai irónia, ahol a néző többet tud, mint a karakter. Tehát például mondjuk tudjuk, hogy a nő csalja a férjét, de feszültséget kell bennünk, hogy vajon kiderül-e? Persze ennek lehet egy könnyedebb rajzfilmes változata is, egy könnyed humor, ahol mondjuk a cica kilopkodja az ételt a gyerek tányérából, mikor az nem figyel, és vajon rájön-e a kisrác. Na most a kézből felvett kameramozgás, ugye gyakran a karakter nézőpontját és vagy a szereplő érzelmi állapotát mutatja be. Ugye a pánik vagy őrület az fokozható, rázkódó, idegesen tartott, mozgatott kamerázási stílussal. Horrorfilmek jellegzetessége a rengeteg kézből felvett snitt, amely például az ólálkodó veszélyt reprezentálhatja. Na most fontos megemlíteni az úgynevezett jumpka-ot. Ugye, ha például egy közeli felvételről ismét mondjuk például ugyanarra az alakra közelít alkalmazunk, akkor ugye a kameraszög nem változik jelentősen. Tehát, ha így illesszük össze a kettőt, akkor az a folytonosság érzetet megszakítja. Tehát a vágás pontja kifejezetten észrevehető. Na most a szignifikáns különbség eléréséhez, tehát hogy ne szakadjon a folytonosság érzet az összevágott anyagba, tehát ne legyen ugrás, ugye ahogy utal rá, a jump kifejezés, mint a képkivágás méretében, ugye például gyújtótávolság változtatása, vagy kamera áthelyezése, mint a kamera szögben minimum, tehát ugye például 30 mm a gyújtótávolság esetén, vagy kamera szögben 30 fokos változtatás szükséges. Ugye természetesen ez egy általános szabály, de persze ez jelenetenként változhat ugye nem mellesleg, a képi megoldások mellett a hangi megoldások is fontosak. Tehát a hanggal kapcsolatos trükkökkel kiválóan lehet folytonosság érzetet kelteni. Na most a cutaway, illetve az insert fogalma. Na most ezek a fő cselekménytől független snittek. Ugye mi a különbség? Ugye a cutaway az nincs rajta master shutter. Például egy ablakban alvó macska, ami mondjuk nem kimondottan a jelenet része. Ugye ez cselekmény tömörítésére, vagy megakadás kiküszöbölésére alkalmazható kiválóan. Na most az insert a kettővéjel ellentétben már része a master Például, ha egy autóba beszáll egy ember, felvesszük egy távoliból, majd akarunk egy közeli bevágást, és ugyanúgy felvesszük, hogy kinyitja a kilincset. Tehát ez ben van a távoliban is, és mint insert, tehát egy beillesztés, ben van közelebbi képkivágásban is. Ugye az insert esetében már körültekintőbbnek kell lennünk, hiszen gyakorlatilag hasonlóan, ugye vegyük ezt a példát, hasonlóan kell kinyitania a közeliben, mint a távoliban azt a kilincset. Tehát még gyakorlatilasabb példa, ha jobb kézzel nyitotta ki, akkor jobb kéz legyen mind a két képkivágásban. Na most nagyon fontos az úgynevezett tengelyszabály, vagy 180 fokos szabály. Ugye abban ad iránymutatást, hogyan tartsuk fenn a képernyő irányát. Ugye ez mind a nézés, mind a mozgás irányra vonatkozik. Ugye, hogyha különböző felvételeket vágunk egymás után. Na most jó példa egy futballmérkőzés. Ugye, ha egy fél időt nézünk, akkor egy csapat, az például mondjuk a piros csapat, az jobb felé támad. A kék csapat bal felé. Na most, hogyha átfordulnánk a tengelyen, és nem ezen a 180 fokon lennének a kamerák elhelyezve, hanem a másik fél tengelyen, akkor az irány megfordulna. Tehát azt látnánk, hogy megfordultak, és fordítva támadnak a csapatok. Ugye ez a szabály főleg beszélgetős vagy üldözős jeleneteknél fontos. Ugye fenn kell tartanunk mondjuk előbbi, tehát a beszélgetős esetén, hogy a karakterek egymásra nézzenek. Tehát, hogyha megnézzük itt az alsó ábrát, akkor látunk ugye egy két alakost, és ugye a két különböző szög. Na most látjuk, hogy itt a férfi figura, a kép jobb oldalá helyezkedik el, és balra néz. Míg a kis hölgy bal helyezkedik el, és jobbra néz. Na most abban az esetben, ha alkalmaznánk hibásan, tehát a 180 fokon kívül, ugye a másik 180 fokos félen egy kameraállást, akkor már a hölgy átkerülne ebben az esetben jobb oldalra a balról, és jobb fele nézne. Na most elég zavaró lenne, hogyha jobb felé nézne ez a kis hölgy is, meg az úriember is. Tehát, ha mondjuk ezt a két kameraállást használnánk. Így jó eséllyel úgy éreznénk, mintha nem is egymásnak beszélnének. Most végül nézzünk ennek tükrében egy érdekes példát. Ugye egy POV, Point of View, vagyis egy nézőpontival kezdődik a jelenet. Ugye ahogy kibontakozik a jelenet, úgy válik biztosság, hogy tehát egy nézőpontiról beszélünk. Ugye ennek a két úri embernek a nézőpontjából. Na most érdekes, hogy ezen beszélgető saját esetén hogy tartja fenn ezt a szabályt. Tehát ugye, mind a két esetében ezek az úri emberek a bal felén vannak, ugye itt is, és jobb felé néznek. Míg a kalapos autón kívüli úriember ember pedig jobb felén és balra néz. Lényegében ebben az előadásban ezeket szerettük volna elmondani. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, Iratkozzatok fel, tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!